Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban. Nem tartozik ilyen vagy olyan irányzathoz, nem követ trendeket, és a művészi társadalomból is kilóg. Az iparterv generáció, tehát a magyar avantgárd egyik legismertebb képviselője, aki később visszatért a klasszikus esztétikához. 1970-ben Franciaországban telepedett le, és csak a rendszerváltozás után jött haza. Nevéhez fűződik a képzőművészet haláláról szóló manifesztum. Az elmúlt év őszén nagy kiállítása volt a Műcsarnokban. Budapesti otthonában találkoztam vele, és Kismanyival, a színésznőről elnevezett félig erdélyi kopóval, aki néha beleszólt a beszélgetésünkbe. Jó estét kívánok, Nánási Anikó vagyok. Vendégem a Munkácsi Mihály díjas festőművész Konkoly Gyula. Mutatok egy képet, amit éppen festek. Hát elég primer csajokkal, klapekokkal. Mesztelen testek. Szereti provokálni a közönséget? Én szerintem az a helyzet, hogy egy képnek mindenkit el kell tudnia csípni. Legyen az analfabéta, mindegy, mindenkit. Tehát az, hogy érdekesnek kell lennie, hát ezt ha úgy hívja, hogy provokáció, igen. Hát nem van sok képen provokatív igazság, szerintem mondjuk az első iparterv kiállításon én voltam, aki a balhét csinálta, aztán ugye a második iparterv kiállításon ebben a gyolcsos Krisztus vérzővel, megint csak én csináltam a balhét, a többiek meg úgy szépen ott voltak a képeik. De nem csak 69-ben borzolta a kedélyeket, hanem tavaly is a napozó lányokkal, amikor az iparterv 50. évfordulója volt. Ez egy igen békés dolog, tudnélik három elemről szól, olyan egyszerű, mint a Cézannál, hogy van a alma, meg van a narancs, meg van valami rongy, és kész. Inkább Matisszos ez, de mindegy. Itt viszont ugye van egy női test, van alatta egy fürdőköpeny, amin fekszik, és van a homok. De most azt írtam ki címnek, hogy kurátornők. És észre kellett volna venni a szakembereknek, hogy ez a kurátornők, ez provokáció. Az is elég komplikált, hogy én pozícionálva vagyok ebbe a magyar művészettörténet jelenébe, mert hát szóval benn is vagyok, meg nem is. Abba, hogy én nem veszek részt a társadalmi életbe, tehát mondjuk a művészeti szénának nem vagyok a tagja, az ugye egyrészt abból adódott, hogy a kommunista-liberális oldalon összevesztem a volt haverjaimmal, kitalálták, hogy én elárultam az avantgárdot, és a másik oldalon meg én hazáruló voltam. Amikor harcolni kellett volna Magyarországon a kommunizmus ellen, akkor én dőzsöltem nyugodtan. Na mindegy. Most zavar van, mert lett a kiállításom. És az, hogy egy öreg ember évtizednyi képe három termet kitölt, hát marha nehéz ezzel úgy szembesülni, mert azt hiszik, hogy hát egy-két képet néha biztos fest. Amúgy meg semmi gond nem volt, mert én minden két-három évben én rendszeresen kiállítottam. Volt egy olyan kiállítás, ahol még amikor én hazajöttem, hogy egy magyar dolgot építek föl, szándékosan nagybányai stílusba és a Ferenci stílusába festettem, és fenn a Nemzeti Galériában volt, hogy egy régi, egy új, és két Ferenci Károly kép mellett volt két képen. És én úgy gondoltam, hogy le fog esni az én képem a falról. És amikor megláttam, hogy simán, szépen, békességben megvannak egymás mellett, hát ezek a marha jó érzések. Ez a lényege, nem az, hogy ki mit szól. Belecsaptunk a közepébe, vagy inkább a jelenbe. Menjünk most vissza a kezdetekhez, egy Schubert dal után. Kezdetnek ez nagyon szép. Ahogy az élet is szépen kezdődik, a Schubertet nagyon szerettem, és a Muck Józsefhez szerencsém adódott jó barátságba lenni. Sei nicht bang, nun sieh doch.
A virágfakadást hallgattuk, Muk József énekelt. Szépen kezdődött az ön pályája is, hiszen egészen korán rájött, hogy a festészet az útja. De milyen találkozások kellettek ehhez, vagy saját maga jött rá? Arra emlékszem, hogy elgerebléztem a homokot, és ilyen egyszerű házakat rajzoltam, még lehet, hogy 44-ben. Viszont amikor általános iskolába kerültem, emlékszem, hogy a hét törpét le tudtam rajzolni, a Walt Disney hét törpét, már egyből bevágottam. Szóval én magamtól evidensnek vettem, hogy én festő leszek. És ugye a nagyanyám a Szőnyi feleségének majdnem, hogy a dadája volt, mert a Bartókiéknál volt a nagyanyám szakács. Szőnyi István festőművészről, igen. Mondjuk fejük úgy, hogy 10 éves koromban, amit akkor festettem. Ilyen dolgokat látott a Szőnyi, amit ő azt mondta, hogy hát pajtás, ezt nyomni kell százal. És mondjuk egészen a főiskoláig rendszeresen jártam a Szőnyihez, és aztán szegény Szőnyi, aztán ugye már előtte jött ki, paterolták a Domanovszki a főiskoláról, tehát ugye én mikor főiskolára költem, akkor ő már nem tanított, és hát szegényké nem sokára utána meg is halt. A másik ilyen nagy képzőművészeti élmény, ez a Madarász Viktor festőművésznek a Adlen nevű lánya, aki 85 éves volt, amikor én voltam 8, és akkor anyám barátnője elvitt oda. Ez a lánya, a Madarász Viktornak úgy szintén képzőművész volt, tehát kiválóan festett, ilyen akadémista módon, de például máig se tudok olyan nagyszerű lombokat festeni, amit ő ott kapásból. És 85 évesen kisemmizve egy szoba és egy téli kertszerű, amiben konyhát is berendezett, ebbe élt. Van is egy festményem róla, lefestettem a hölgyet, gyönyörű nő volt különben ezzel a karvaj metszett orral, mint ebbe a szecessziós világba az esztétikai szépség. Na de a család, hogy került bele ilyen körbe? Hát mondjuk a Babiskájével úgy találkoztunk, hogy a Csuri néni, anyámnak a barátnője, a városházán valamilyen tisztviselő volt, és hát mint egy öreg, egyedülálló, elhagyott lényt meglátogatta, hogy valami szociális alapon, ugye, és akkor látta azt, hogy hát hoppá, ez a Madarász Viktornak a lánya, és egyből úgy szólt, és akkor egyszer csak ott voltam. Művészeti háttér a családban nem volt, a apai ág az egy felvidéki szász, kántor tanító efféle, és akkor apám pedig a 30-as éve kapitalista lendületében lett, autó, alkatrész, nagykereskedő. Hát az államosítás előtt ugye eladták a cuccot, és megpróbálták ezeket a vagyonokat valamilyen módon átmenteni jobbára. Nagyon ügyesen csinálták, tehát még akkor is volt arany, amit el lehetett adni, meg ezüstárk, amikor 1990-ben hazajöttem, arra kellett vigyázni, hogy ne sokat adjanak el, ha kellett pénz, hogy nehogy kiderüljön. Úgyhogy mi úgy is éltünk, mint a többi szegény, kicsit azért gazdagabbak voltunk. Amúgy volt két kecske, és azt legetettük öcsémmel, mert kecsketejből ment a étkezés az ostrom alatt, meg utána is. Anyám viszont a Rócsi Klárinál volt szabász, és ezt a szabászatot tanította meg a öcskösömnek, úgyhogy a öcsém, mikor 16 éves volt, a Barcsai Nyenyő bácsinak az első raglán kabátját ő csinálta. 14-5 éves korában bátor gyerek volt? Csak hát azért igen, kérdezem, mert 56-ban ott volt az utcán. Ugye másodéves gimisták voltunk, és mi jártunk a Viski Balázs haverjához, akinek volt egy önképző köre, a Andrássy út és akkor Gorki Fasonak hívták, annak a sarkán. Mi azért jártunk oda, mert Viski Valánynak volt egy szeretője, akinek olyan alkata volt, amire mi azt mondtuk, hogy ez a Renoiros. Azt rajzoltuk. És látjuk, hogy egyre többen jönnek a Sztálin szoborhoz, hogy ledöntsék a Sztálin szobrot. Na, erre föl leállt a Klárikának a satírozása, mindenki húgy ki. Később ott voltunk a rádió előtt este 10-től éjjel egyig. Aztán másnap reggel ott voltunk ezekkel a többi képzőszetissel. Föl kell szedni a köveket a Morozsigmond körtéren, mert a Fehérvári úton jöttek be a tankok. Féltek? Nem. A háborúban ez nem úgy van. Szóval más lesz az ember. És milyen volt a főiskola? A főiskola egy nagyon rohadt dolog volt, mert nem lehetett önállóan rendesen dolgozni. Szóval...
kirúgás határon már egy párszor voltam, és hát a Dolnovszki Endrével is megbeszéltem 3 éves koromban, hogy nem renitenskedek itt neki, hogyha elintézi, hogy fölvegyenek a művészeti alapba. Itt hagyom az egészet. Miért nem lehetett rendesen dolgozni, meg mi az, hogy renitenskedett? Volt 56 után egy olyan gesztus a rendszernek, hogy egy csomó magyar művészt kivittek Párizsba. Többek között kim volt a Csernus, a Kokas Ignác, ilyenek, hogy abban akarták bizonyítani, hogy már pedig itt aztán szabadság van. Na most a Tibor egy pár technikai trükköt a Csernus a Hantai Simontól megtanult, de ezek a trükkök jobbára szürrealista trükkök voltak. És akkor ezt ugye azonnal átvette a Lakner meg a Szabó Ákos. Na most az Acél azt hitte, hogy a nyugati művészet ilyen, és hogy a Csernussal belopódott ez a nyugati imperializmus, ugye, és a Laknerik ezt megcsinálták, és ha a Bernát nincs, kirúgják. A mi idolunk, a Lakneék voltak 5 éve idősebbek, és na, hogy elkezdtünk mi is ebben a módszerrel próbálkozni a főiskolán. De hát ez egy nagyon vacak ügy, és ebből mentem én ki. Kértem útlevelet. 1 éve korábban vezették be, a 3 évente egyszer kimehetünk nyugatra, $70 útlevelet. Elment Párizsba. Ez volt ugye 64-ben. Biztos nem mondta, hogy fél évig kimarad, vagy ki tudja meddig. De hát nem is lehetett, mert volt egy betét, hogy ez csak egy hónapra érvényes. Aztán fél év lett belőle mégis. Hát igen, hát akkor, mikor én kikerültem Franciaországba, akkor egy ilyen takarító vállalatnál kaptam egy állást. Ismert ott valakit a Csernus Tiboron kívül? Ismertem egy Gál Ferenc nevű festőt, volt egy műterme, és azt odatta, hogy lakjak ott. Na most ott nem volt villany, és természetesen nem volt fűtés. De azért ez nagyon izgalmas fél év lehetett. Meséljen egy kicsit. Hát az egy egészen más világ volt. Ugye most a Louvre-ba szinte lehetetlen bejutni, és akkor mindenféle állami múzeumban volt ingyenes belépőm, ezek a képzőszeti főiskolából adódott. Tény az, hogy a Louvre-ba hátulról a Kurkarének a hátsó sarkától volt egy bejárat. És ott volt egy teaház, és ott, akik ott dolgoztak, azok engem nagyon megszerettek, mert minden nap oda mentem. Ott mosakodtam, ott mostam ki a ruháimat, ott olvastam könyvet, meg ott írtam a leveleimet. Hát egy 23 éves kisrác voltam, ilyen vékony, szőke gyerek, ugye, Csóringer. Nyilvánvalóan úgy gondolták, hogy zabálom a kultúrát. Hát hogyha kiléptem az ajtón, akkor valamelyik Louvre-teremben voltam benne. És az, hogy ez milyen káprázatos volt a Szent Szeverin templomban. Éjféli mise, és már akkor végigesett a hó, és éjféli misén egy csomó híres ember ott volt. Szűzhol volt egész Párizsban, és hát ott Concord-tértől. Fölmentem a Hotel de Ville-hez, és potyogtak a könnyeim. Volt ebben valami elképesztő káprázatos, hogy valamit egy ilyen hihetetlen helyen, mint ez a Párizs, én elsőnek teszek. Tönkreteszem a havat azzal, hogy bele gyalogolok. Aztán itt a 1-2 nappal később jó hideg volt, és pont ebben a hóba kellett kint sorbálnom a munkaengedélyért, akkor már nem volt olyan könnyesen vidám az élet. Puccini, krizantémok. Igen. Ugye tele van érzelmekkel. Festés közben folyamatosan zenét hallgatok. És a nagyon tiszta, egyszerű zenék agyon vannak játszva. És ez a krizantémok, illetve a másik, amit a Dvořáktól javasoltam, 2 olyan egyszerű, gyönyörű zene, mely véleményem szerint még nincsen túlhallgatva, és ez ínyenség. Thank you.
Az édesapja egyszer csak azt mondta, hogy gyere haza. Tehát hazajött 65-ben, és itthon ekkor nagyon izgalmas képzőművészeti élet kezdett kibontakozni. Én Laknerékkal voltam jóba, és megismertem az Erdély Mikit. A Szent Jóvi is, meg a Altai Gábor is, mint költő került be a képzőművészet közegébe, és a Mik is, mint költő volt a Pilinszkivel, meg mit a Kike jóba. Szóval ez egy elég klassz, jó közeg volt. Végül is a Kotló helye lett a magyar avantgárdizmusnak, mert se nincs. Nekünk itt Magyarországon az volt a kötelességünk, hogy a civilizáción kívül levő helyzetből a képzőművészetet a civilizáció jelen idejébe felhozzuk. Fontos dátum, 68-69 az iparterv kiállítások. Igen. A második iparterv kiállításra készítette azt a híressé vált művét, amely egy gézbe csavart, vérző jégdarab volt. A gyolcsba tekert Krisztus egyszer csak elkezd vérezni. Abszolút didaktikus volt. Nyilván balól 56-ra után. De igen, de szerintem ezt nem igen vették észre. De miért dobták be a kazánba? Azért, mert azt hittük, hogy egy élő birka van benne, és az vérzik. De tehát akkor nem a politikai mondani valója miatt dobták a kazánba? Nem, nem, még aznap a megnyitó estején azt bedobták a kazánba, igen. Tényleg benne van egy jogszordi tankönyvben ez? Hogyne, de minden a 60-as évek vége, 70-es évek eleje időszakot taglaló első könyvek, amik erről megjelentek, abban mindben benne van ez, és hát volt egy káprázatos dolog. Én azzal disszidáltam, hogy illegálisan kinyomtattam én azt a Dokumentum 70 című kiadványt, ami akkor megjelent. És aznap kiutaztunk az akkori felségemmel nyugatra. Így aztán nem lehetett elkapni azt, hogy ki volt a nyomtató, meg ilyenek, meg így kaptam 3,5 év felfüggesztett börtönt, amiatt ugye 15 évig egyáltalán nem tudtam hazajönni Magyarországra, igaz, hogy nem is nagyon vágytam, ez egy másik dolog. Irány Párizs. Akkor hogy érezte magát, amikor tudhatta, hogy ebből nem egy pár hét lesz, hanem nem, most jó nem. Sokáig ott kell maradnom? Ez így van. Először is 2 hónapig voltam Olaszországban, mert ez a Arte Pover és Olasz Művész Társaság, és ez a Galeria Attico Rómába, Fabio Sargentini, meg ott volt a Amerigo Tóth is, tehát ott el lehetett ezekkel elég jól lenni. Viszont az összes kapcsolatokat én ott ezektől megkaptam Párizs felé. És kikkel került ott kapcsolatba? Az ottani francia konceptuális központok, galériákat már ismertem Olaszországból, ahonnan a Ivo Lambert, Hugo, meg a Fabio Sargentini szóltak ezeknek, hogy én érkezni fogok, és hát akkor pont éppen volt egy cikk is a kelet-európai avantgárd művészetről, a Lettre Française-ban. Na ennek kapcsán volt aztán az, hogy a fiatal művészek Párizsi Biennáléján Nail Art szekció tagjaként én is megnyertem a fődíjat, és aztán ezzel a társasággal mindenfelé a világba elvitték az anyagot, és így körbejárta a világot. A megélhetési igen. Gondok miatt lett alkalmazott művész, ugye? Volt egy borzalmasan nagy hátrányom, csak az ösztöndíjak voltak, amikkel lehetett operálni, és én azt mondtam, hogy ha egy ilyen ösztöndíjat kapok, akkor azt a katarzist, hogy a vadidegenbe át kell tegyem magam, azt csak eltolom 2 évvel, hogy egyszerűbb ezen mi hamarabb túlesni. Az, hogy nincs senkid, nincs semmid, és meg kell oldanod a létezésedet. Elkezdtem illusztrálni könyvborítókat, csinálni meg filmplakátokat, és ezzel végül is egy elég komoly egzisztenciális alapot hoztam létre, középpolgári szinten. Tiborral, Csernuson megcsináltuk az ilyen típusú frankofon munkáknak, mondjuk ketten együtt megcsináltuk a 70-80%-át. Nem is tudom, hogy volt-e olyan francia könyvkiadó, akinek ne dolgoztam volna. Tehát úgy összességében mondjuk csináltam cirkegyon. 1000-1004 egy kicsit van, lehet, hogy több könyvborítót az adta. 20 év alatt, amíg ott kim voltam Franciaországban, és hát filmplakátokat is csináltam. A franciáknál van az üzsészé meg a gomom, de én a Hollywoodnak is dolgoztam, a Universalnek, a Werner Columbiának. Erről az időszakról mondta sokkal később, hogy akkor pénzért a képzőművészetet megtagadta, és erkölcstelen. De ezt ironikusan mondtam. Aha.
azt a szörnyűséget, hogy csak kívülről látok egy csodálatos világot, ezt kidobáltam magamból, mert olyan, hogy egy étterembe nem tudok bemenni, mert sokba kerül, ilyen megszűnt. Sose használtam, és nem is szabad pejoratív értelembe használni azt, hogy valaki egy könyvborítót megcsinál. Ráadásul olyat, hogy mondjuk havonta 6-8-at megcsináljon, 6-8 könyvet, ráadásul azt azért el is kell olvasni valamelyest. Aztán, amikor már lett elég szabad ideje, akkor festhetett is. Volt egy műtermes lakásom a Versailles kastély mögött, és biciklivel, meg a kutyáimmal simán be lehetett hátulról járni, úgyhogy ez be volt épülve ebbe a létezésembe, ez a Versailles park, illetve hát maga ez a Versailles város, ez káprálatos, a gyönyörű. És mindenfélét csináltam, hát végülis, amikor én hazajöttem, akkor én egy műcsarnoknyi anyaggal jöttem haza. A 80-as évektől már jöhetett, de csak később költözött haza. Kaptam amnestiát 85-ben, akkor utána haza jöhettem már, és végülis én a műcsarnoki kiállításomra jöttem 1991 tavaszán haza. Van egy érdekes dolog, amiről aztán sokat beszéltek. 72-ben Párizsban kiadott egy manifesztumot, hogy a művészet ez év december 31-én megszűnik, amit ezentúl csinálnak, az nem érvényes. Miért mondta ezt? Ugye én ezt, hogy meghalt a művészet, bő 10 évvel hamarabb közöltem, mint amikor a Dantó, meg a Hans Beltingnek a híres meghalt a művészet témájú és ehhez hasonló című könyvei megjelentek. Ugye volt a Giottótól mondjuk Cézanneig egy olyan folyamatossága a művészet történetnek, amit fejlődésnek is hívhatunk, és lett utána a modernség, ahol ezekkel az esztétikai minőségekkel, amik ebbe a klasszikus területbe működtek, ebből úgy mondták ők, hogy kiléptek. Ez a modernség is immáron fél évszázada megszűnt, végére ért. És azóta ebben a posztmodern világban nincsen meg az a folyamatosság, amiről beszéltem, hogy az egyik festőből jön a másik, és így sorba. Ilyen szakaszok vannak, egyes nagy művészek vannak, és sajnos úgy látom, hogy az utóbbi 20 évben már ez a néha feltűnő egyes zseniális művész, ez sincs, hanem termelnek. Persze, vannak kivételek. De inkább az van, hogy a krapek irdatlan pénzért eladódik mondjuk egy 5 éves periódusba, és utána az ürgének a neve többé semmit nem számít. És én viszont ezzel az abszolút klasszikus művészeti, esztétikai renddel festem a képeket, egyszer erre kanyarodok el, egyszer amarra, de a gerincet az adja, hogy a képeim bármely múzeum anyagának a felső harmadába kell, hogy tartozzanak. Na és amikor kiderült, hogy megszűnt a képzőművészet, igen, kimondta a manifesztumában, igen, milyen gondolatokkal dolgozott, ha ez már nem érvényes? Ekkor vált a közügy magánügyé, hogy én mit kezdek azzal a képességi adottsággal és azzal a végtelen imádattal, ami engem a képzőművészeti alkotásokhoz köt. Na most az evidens volt, hogy jó, a világ arra megy, én meg nem. De az nekem, ahogy mondtam is ebben a bizonyos definícióban, hogy lehet csinálni, csak tudni kell, hogy az nem érvényes. Az, amit ön az utóbbi időszakban csinál, igen, az azért kilóg rendesen. Na most, hát ezek leábrázolások ezek. Valószínűleg a személyiségemre jellemző, hogy elég éles tudok lenni, alkalmasint meg tudok sérteni embereket, szóval nagyon durván is tudok viselkedni. Feltetőleg ez azért van, mert túl érzékeny ők is azt akarom álcázni. Na most ezért én nálam a képeknél általában van egy triviális közlendő, mondjuk csináltam ezeket a pipacsos képeket, hát a pipacsos mezőnél gicses sem nincs, ugye? Na most ezt bevállaltam, tudván azt, hogy a piros és a zöld a legerősebb komplementer. Ennek a drámaiságát lehet végigfocizni, és persze azt gondoltam, hogy átütöm ebben a triviálissal a nézők lelki világát, mert hogy azért mi is azt szeretjük, a pipacsos mezőt, meg a naplementét, szóval evidens, és hát ez be is jött. Nem dühíti valaki, azt mondja, hogy na jó, hát itt látszik, hogy igen, Konkoly Gyula mennyire jól tud festeni, igen, na de hát hol a mélyebb mondani való?
Ha valakinek ez a triviális felület, amit nyújtok, az olyan, hogy ó, hát ez egy gics, menjen tovább. És ez egy szelekció. Aki észreveszi, hogy itt másról is van szó, ne adj Isten, odáig jut, hogy hát, hogyha én ezt most nézném egy órán keresztül, akkor se tudnám kinézni az csomó részletet. Egy kép körülbelül annyi információt és annyi vizuális történetet tartalmaz, mint egy regény. Hát igazán regényszerű Dvorzsák története is a reménytelenül szeretett tanítványával. Ezt a történetet öntötte bele a Ciprusok című dalciklusába, ez a másik csemege, amit választott. Az az életmód, amelyet évtizedekig élt, nem nagyon kedvezett a családi életnek. Most viszont egy nagyon nyugodt életet él, van egy szép háza, aminek olyan színe van, mint Rómában, ezek a jellegzetes vörös házfalak. És ház ugye, dolgok. Badacsonyban van egy szőlőjük, bort készítenek. Igen. Volt két házasságom, hát az elsőre ráment ez a diszidálás, mert ugye együtt mentünk ki az első feleségemvel, és nem könnyű ez az átállás. Aztán egy a másik feleségem, az egy jó nevű francia írónő, viszont ez a házas élet úgy kb. A 90%-át elvette az alkotó energiáknak. Olyan viszonyban, ahol kb. Egyforma kapacitások ütköznek össze. És aztán utána a Judittal találkozásom, ez egy borzalmas nagy mázli, mert most már 30 éve élünk együtt, és a Judittnak a értelme, a föld közelisége nagyon sokat segít. Ő maga is alkotó ember. Hát igen, ő tudja, hogy Horváth Judit, és hát ez is egy gicses végkifejlet, hogy a idősödő professzor elveszi a kedvenc növendékét. Mikor hazajöttem, 92-ben már a magyarországi DLA képzést intéztem, ott találkoztuk össze. Ugye itt a befejező, utolsó fázisa a létezésnek, amit nagy örömömre élni tudok, és az élet ebből áll, hogy ezt a hétköznapi munkát, ami a festészet nekem, azt tudom folyamatosan csinálni, illetve ki vagyunk csapva, amikor a természet, az Úr a szabadba, és ennek van egy olyan békés menete, amiben nem váratlan kellemetlenségként fog a meghalásnak a periódusa, remélem minél később bekövetkezni. Olyan szép dolgokról beszélt, igen, viszont kontrasztnak választott egy jó kis vadzenét, Pándi Balázs dobol. Én magamról beszéltem, és záradéknak szeretném felmutatni azt, hogy milyen a világ. Szerintem ez a Pándi meg a haverjai, ezek abszolút be tudják állítani a világ mostani állapotát. Azt a átláthatatlan és nem túl optimista állapotot, amiben élünk. Vendégem volt a Munkácsi Mihály díjas festőművész Konkol Gyula. A gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Magsai Helga és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Nánási Anikó.